Húsvét előtt még arról beszéltünk, hogy vannak olyan családok, akik a gyerekeknek nyuszit adnak ajándékba. Nagy felelősség, mert két hét után nem, hát olyan gyerekeknek adjuk, aki két hét után nem unja meg, vagy ilyenek, hanem mindig foglalkozik vele. Azonban húsvét után elmúlik a varázs, és többen szembesülnek a napi gondozás terheivel, és úgy döntenek, hogy megválnak a húsvéti kis kedvenctől. Itt hozzánk ki lehet jönni, lehet nyuszit simogatni, és mindent meg lehet tenni a nyullal kapcsolatban, és nincs az, hogy két hét után megunja a gyerek. Általában mi beszoktuk fogadni ezeket a megunt nyulakat, és így beletanultunk abba, hogy mit is kell csinálni a nyulakkal, a nyuszikkal, hogy ne nyúljanak ki. Nagyon figyelni kell rájuk, mert pici állatok és pillanatok alatt rosszul tudnak lenni. Ráadásul nem mondják, hogy betegek, tehát egyik pillanatról a másikra beüthet a krak. És ahhoz, hogy ez ne történjen meg, rendszeresen reggel tiszta víz, kicsi kaja, este tiszta víz, átnézni minden nyuszit, hogy jól vannak-e, tiszta legyen az alom, azt rendszeresen takarítják nálunk a gyerekek, és nem szabad, hogy bezabáljanak. Tehát amikor jönnek a gyerekek nyulat simogatni ide hozzánk, akkor mindenkinek a lelkére kötjük, és nyilván van itt egy felnőtt, aki figyel arra, hogy ne zabáljanak be, főleg ne zöld dolgokból. Az állatokért aggódó szervezetek nyuszi simogatóval, kölcsönzési lehetőséggel és a megunt kedvencek átvételével igyekeznek javítani a helyzeten. Hát mi évekkel ezelőtt kitaláltuk azt, hogy befogadjuk a húsvét után megunt nyuszikat, és utána akik ide járnak hozzánk, és egy éven keresztül böcsülettel nevelik az itt befogadott nyuszikat, akkor úgymond kihelyezzük őket nevelőszülőkhöz, és már több gyerekünknek tudtunk odaadni így nyuszit, és van olyan sikeres tanyagazdánk, aki már gyártja az utánpótlást is. Nyilván tőle lehet majd elvinni húsvétkor nyuszit, de Csaba gazda figyelni fog arra, hogy aki nem jól neveli ezeket a nyuszikat, azoktól visszakéri. Így szerintem ez a legjobb projekt arra, hogy a gyerekek megtanulják, hogy mit is kell csinálni egy kis állattal, figyelnek az állatvédelemre, a környezetvédelemre, nálunk sosincs maradék, mert valamelyik állat mindig megeszi azt, ami már esetleg emberi fogyasztásra nem jó, vagy mondjuk veszek egy csomag retket, akkor nyilván a reteklevél az jön a nyusziknak, a tyúkoknak. Tehát mindent újrahasznosítunk, mindent felhasználunk, nagyon-nagyon-nagyon jó és praktikus dolog a gyerekeket állatok segítségével nevelni. Nálunk, a Porszem Lovas Egyesületnél a nyuszik kollégák, de nagyon vigyázni kell rájuk. Azt mondják, a legjobb az lenne, ha kisállatot csak azok vásárolnának, akik valóban gondoskodnak is róluk.